szellemvárosok, lepusztult, elhagyatott, soha be nem fejezett épületek Magyarországon és a világban. Első hallomásra akár ijesztőnek, veszélyesnek is tűnhetne az e fajta helyek felkeresésének ötlete. Mai vendégem viszont elképesztő videókat készít, keresi, sőt kutatja a legrejtélyesebb, legromosabb épületeket. Mai vendégem Urbex Gyula. Melyik volt a leghajmeresztőbb hely, ahová bejutottál? Hát elég sok ilyen helyszín között kéne választani. Hát egy top 5-öt fel tudnék sorolni, hogy a leghajmeresztőbb. Na halljuk őket, melyek voltak azok? Belgiumban a Miranda kastély. Wow. Ugye az azért volt érdekes, mert azt őrizték, tehát kutyával és őrrel, akik ugye hát néha mentek csak ki oda, de mi éppen beléjük futottuk, bár nem vettek minket észre. Szóval ti általában ilyen titkos projektekben utaztok, tehát nem engedéllyel, hanem csak így megpróbáltok bemenni helyszínekre? Hát ez nem igaz, mert engedéllyel is sokszor megyek. Aha. Tehát volt, hogy mondjuk az őr segített és körbevezetett, vagy... Olyan is volt, hogy elkezdtem forgatni, és észrevett egy ember az utcán, és ő volt a helynek a polgármester, és nem hogy még beengedett, de még mesélt is. Sztorikat mesélt, igen, de jó. És a többi? Hát volt például laktanya, ahol annó a szovjetek az atomot tárolták, kastélyok. Mármint atombombát, mármint hogy ilyen azzal foglalatoskodtak? Igen, az atomtöltetet ott tárolták, az mondjuk eléggé. Ez merre volt? Ez benn van a Bakonyban. Tehát ez Magyarországon igen, volt? Igen, ez jelenleg is honvédségi terület, az egész izgalmas volt. Mondhatnám Horvátországban a Palace szállót, az például eléggé grandiózus, az egészen elképesztő hely. Tehát létezik egy szálló, ami egyszer felépült, aztán ott hagyták elhagyatottan, és akkor ti ezt felfedeztétek. Így van. Egyébként te egyedül szoktál dolgozni, vagy van egy csapat, akivel felfedezitek ezeket a helyeket? Hát, hogy dolgozol? Ez sok mindentől függ, mert azért nem szeret a csapatba menni, mert az több kockázattal jár, valaki ami elesik, szól a telefonja, elkezdi fújni az órát, más csinál, azt nem szeretem. És egyedül mész ilyenkor a helyszínekre? A legideálisabb a két ember. Aha. Három az már sok. Tehát a másik ember adott esetben mondjuk videóz, te meg mondjuk mesélsz, vagy... Nem feltétlenül, ugye így sokkal élvezetesebb menni, van kivel kommunikálni, ő is valamit észrevesz, én is valamit észreveszek, de egyedül is szeretek menni, mert akkor csak magam vagyok, mindennel tudok foglalkozni, én saját magam, nem akadályoz senki, nincs előttem senki, nincs mögöttem senki. Tehát mindennek van előnye és hátránya. Hogyan kezdődött ez az egész? Milyen indítatásból kezdtél el felkutatni elhagyatott helyeket? Hát ez nagyon régen volt. 2008-ban, képzeld el, az egyik ismerősöm kint volt egy gyorsulási versenyen. És azt mondta, hogy ott a pálya, ahol volt a gyorsulási verseny, az mellett van egy egész város elhagyatva. És akkor mondta nekem, mondom, ez biztos, hogy nincs ott, ez ne viccelj, mert ilyen nincsen. És akkor mondom, na fogadjunk, holnap kiviszlek, és kivitt. És így néztem, hogy ilyen van, és akkor másnap reggel kimentem, úgyhogy egész estig kint voltam, és egyszerűen nem hittem, hogy ilyen tényleg létezik, és onnantól kezdtem ezt így keresni, hogy mik vannak, hol vannak, és onnantól kezdtem így külföld fele kacsintani, hogy na majd egyszer, majd elmegyek. És hogyan jönnek az ötletek? Tehát gondolom ezeket térképen nem nagyon lehet fellelni, hogy ezek elhagyatott helyek, tehát ezeket hogy találod meg? Sokat utazom, és általában úgy csinálom, hogy az utam során valamit észreveszek, megállok, felírom telefonba GPS koordinátát, és akkor majd egyszer visszamegyek, de például szoktam kapni tippeket is e-mailbe ismerősök által, hogy ezt érdemes megnézni, akkor általában azt is beleveszem, szóval így jön is tipp, meg magam által is felszoktam fedezni. Melyik volt eddig számodra a legérdekesebb, legizgalmasabb hely, amit felfedeztél? Legizgalmasabb? Húha. Hát csak a Miranda kastélyt tudnám mondani. Mitől volt olyan különleges hát az, a Miranda kastély? Hát az olyan atmoszférája van, mintha egy ilyen mesébe csöppentél. Tehát ilyen titokzatos, elvarázsolt kastély? Nagyon. És még ráadásul le is volt az egész, be is volt nőve növényekkel. Tök romos. Igen, képzel azt a Walt Disney kastélyt, igen, igaziban. Mint a Csipke Rózsika kastély. Nagyjából olyan. És ott, amikor elmentünk 16 májusában. Ez is évek óta terveztem, hogy mi ide egyszer elmegyünk, és sikerült, és ott álltunk előtt, és nem hittük el, hogy tényleg ott vagyunk, és egészen elképesztő atmoszférája van. És bementetek, tehát mit gondolsz, mikor járt ott ember utoljára előttetek? Hát sokan, mert az egy eléggé ismert hely, tehát egy felkapott hely ebből a szempontból. Tehát amikor mi ott voltunk, akkor is voltak ott németek, hollandok,
japánok is voltak ott. Tehát nem egyedül jártad be azt a kastélyt, hanem melletted azért voltak mások is. Ott hárman voltunk, tehát ott tényleg hárman voltunk, összebeszéltünk. De ők külön mentek, tehát konkrétan én egyedül jártam be, de érdekes volt, hogy hatalmas elhagyod a kastélyba megyek, és akkor jönnek szembe ketten-hárman, köszönnek, hogy hello, Vigates, szóval érdekes volt. És ugye azt a helyet őrizte egy őr, akiről már láttam videót régebben, tehát nem valami barátságos, és az volt a rossz benne, hogyha valakit elkap, nem hívja ki a rendőröket, viszont az összes anyagot letöröl, tehát addig nem enged el. És hát mivel nem 3 kilométer van ez a kastély, az anyagnak a sorsa függött attól, hogy minket ne kapjanak el. És pont másztam fel a toronyba, és jött egy holland, és mondta, hogy látta az őrt kutyával, és fölmentük a toronyba, mert oda elvileg azt mondták, hogy nem jön fel, és tényleg nem jöttek fel. És mi inkább kivártuk, amíg mindenki, minden őr elmegy, mert hallottuk a kutyákat is. A németek kiszaladtak, mert mindenki kiszaladtak, és szerte szél, mi megvártuk a kastélyba, amíg lecsillapodnak a kedélyek, és sikerrel jártunk. Több százezren követik a videóidat, és nagyon-nagyon sokan olvassák a blogodat. Egy időben kezdtél el blogot indítani, amikor elkezdtél felfedezni helyeket, vagy ez inkább később jött? A blog az később jött, az 2014-ben. Többen mondták, hogy jó lenne ezt képi formában, írásban is elolvasni. De a videózás már akkor, amikor a legeslegelső helyet is felfedezted, vagy az csak egy ilyen hobbi volt, hogy megnézted, meg magadnak készítettél fotókat, de mikor jött az ötlet, hogy te ezt a nagy közönség elé is tárd ezeket hát az anyagokat? Én alapból úgy kezdtem, hogy kimentem videózni, de ugye ez kezdetlegesen is kompakt géppel kimentem, és akkor nem is beszéltem, hogy itt vagyok, meg hogy elmondtam, csak egyszerűen felvételek jöttek egymás után, meg vágtam alá zenéket. Az volt a legelső videó, hogy Barangolás az elveszett városban, még emlékszem, még mindig fenn van. És honnan jött a Szellemváros cím, mint cím? Ugye, hát ez egy ilyen gyűjtőfogalom igazából, nem, önmagában nem sok Szellemváros van, csak ez egy ilyen jól hangzó, hangzatos címnek adtam a csatornának, a YouTube csatornának a címét. Soha nem érezted veszélyben magad, amikor kimentél egy-egy helyszínre? Vagy volt olyan, hogy mondjuk veszélyben érezted magad? Vagy féltél mondjuk valamitől? Nem féltem, veszélyben éreztem magam, de ugye bizonyos helyeken annyira felmegy az adrenalin szint, hogy ez elnyomja. Tehát volt olyan szituációm, amikor ketten voltunk egy laktanyába, amit egészen keményen őriztek. Az őr 2 óránként kellett neki járnia. És hát valamiért ugye kifigyeltük azt, hogy letelt a 2 óra, de valamiért az őr elkezdett mászkálni. És szembe az ismerősöm, láttam, hogy nem voltam az épület előtt, integetett, hogy itt ott valami van, és mondom, mit akar, és ott ment el az őr 2 méterrel előttem, de ugye mivel nyár volt, eléggé be volt növés, és én néztem, így ment el az őr, és akkor az a világ leghosszabb 5 másodperce volt, amikor elment előttem az őr 2 méterre, és nem vett észre. Ez izgalmas volt. Külföldöt már említettük, hogy nem csak Magyarországon videózol, meg járod körbe a helyeket. Magyarországon mi volt a kedvenc helyed? Hát mindenféleképpen kis Moszkva, ahol tárolták az atomot. Igen. A szovjetek, annak elég jó a sztória meg a története. Szeretem az olyan helyeket, aminek van története, és nem csak egy ház, és akkor ott te van. Utána is olvasol meg? Persze, abszolút. Én azzal olyan sokat foglalkoztam, hogy sikerült olyan ember találnom, Oroszországból, aki itt volt katona. Hogy sikerült? Ő kommentelt még nagyon-nagyon régen az egyik videóm alá oroszul, és eltett néhány év, mondom, akkor megkeresem, hogy ez most mit akar, vagy hogyan volt, és akkor írtam neki, és kiderült, hogy ő beszél nagyon kicsit magyarul, mert dolgozott együtt magyarokkal. Mert ugye, mivel a Szovjetunió volt, ezért kénytelenek voltak. És 13 májusában eljött Magyarországra, és visszamentünk az egykori lakásába, és megmutatta, mi hol volt, de kifejezetten mondta, hogy nem mondhat el még most sem, 30 év után semmit az ilyen technikai dolgokról, de sejtetett néhány dolgot. Azért ezeken a helyszíneken rengeteg értékes, vagy más számára lehet, hogy értéktelen, de olyan kincseket találhattok, amik már történelem. Tehát mi az, ami a legjobban megmozgatott eddig, amit találtál? Hoztál magaddal most valamit? Igen, hoztam egy ilyen, ezt például múlt héten találtam, párizsi divat,
1928-ból. Wow. Ezt azért hoztam el, általában nem szoktam elhozni dolgokat, mert egyrészt nem tudom hova tenni, másrészt meg mit csinálják vele. De ezt azért hoztam el, mert egy olyan épületbe találtam, ami a félig összeomlott, tehát biztos, hogy azt vagy elbontják, vagy önmagába fog roskadni. És olyan képeslapokat is találtam ott, amik miatt a Fortepán is megkeresett, meg az ilyen régi... Tényleg? Meg is nézteted, régi ilyen képekkel foglalkozó oldalak. Ezeket tehát ezek képeslapok, amiket emberek írták embereknek. Igen. És ez magyar nyelvű például, igen. Ugye? Egyiket például 1940-ben küldték Olaszországba, ahol akkor fasizmus volt. Igen. És nézzen meg a bélyegzőjét, hogy nem biztos, hogy meg lehet mutatni, de igen, a horogkereszt, igen. A bélyegzője. Igen. Hát ez nagyon, nagyon izgalmas. Egyébként el is olvasod a szövegeket rajta? Tehát elolvastad, hogy miket írtak? Igen, videóban nem szoktam, mert ez hosszú lenne, de ami érdekes, azt ugye el szoktam olvasni. Azt a mindenit. Hát ez történelem. Ez a történelem egy része mégiscsak. Igen, igen. Hihetetlen lenne megkeresni azokat az embereket, vagy a leszármazottakat, akik itt vannak rajta, hogy ki küldtek kinek, igen. És milyen indítatásból. Hát képzel, hogy mondok egy sztorit ezzel kapcsolatban. Ugye nekem már annyi nézőm van, nem csak Magyarországról, hanem egész világról, hogy van egy olyan sorozatom, hogy mindent hátrahagyva. Ott általában olyan házakat mutatok be, ahol nagyon sok cucc, fotó, képeslap előkerül, és szinte kivétel nélkül előkerül olyan, akinek a leszármazottja, vagy a felmenői ott laktak, és a legutóbbi ilyen videónál írt valamilyen Sándor volt a neve az illetőnek, aki ott lakott. 1907-ben született, és az egyik Amerikában élő lakos, az megmondta, mert ugye Amerikában megvolt a címe, hogy melyik városban lakott, meg a név, és ez alapján rákeresett, és annak a fiát megtalálta, és most ő 83 éves. És ő is üzente, hogy nagyon jó volt a videó, nem hitte volna, hogy a régi lakhelyét újra látja, és hogy mennyiféle fotót ott találtam meg, és szólt egy magyarországi ismerősének, hogy hozzá le fotókat, és küldje el neki Amerikába, és már megkapta. Azt a mindenit. Azért ez nagyon izgalmas lenne, hogy ezeket is kideríteni, igen, hogy kik ők. És ez micsoda? Ez a párizsi divatot, igen, említetted. 1928-ból egy... És 80 filléres ára 80 volt. Filléres. Igen, azt a mindenit. Nagyon jó. Jól van. De amúgy nagyon sok olyan gyűjteménye van, ami katonai. Tehát voltam több szovjet laktanyában még régebben, amikor még úgy nagyjából egybe voltak az ilyen dolgok. Most is lehet jó dolgot találni. Az egyik őr beengedett egy szovjet laktanyába, ahol még rengeteg régi ilyen, tehát olyan kézzel festett képek vannak, amit a múzeumban se lehet látni. És ő mondta, hogy figyelj, vidd el, mert itt, tehát pont az ablak alatt voltak, a fele széttázott, és vidd el, mert legalább valahol legyen biztonságban. És nagyon nagy részét el kellett vinnem, azt mondta az őr, hogy ezt vidd el, legalább legyen biztonságban, és ne ott tázol az ablak alatt. Lassan múzeumot nyithatnál, és csinálhatnál egy kiállítást, igen, ezekről, szerintem még kereslet is lenne rá. Mi a legnépszerűbb videód? Vagy melyik az? Nagyon szeretik például az autóroncsokkal foglalkozó videók, de nem csak épületekkel, hanem roncsokkal foglalkozom. Igazából az a lényeg, hogy az ember által emelt vagy készített, kreált dolog, az milyen, amikor már nem foglalkozik vele az ember. Igen. És ez nagyon érdekes, hogy van egy ház, ahol van laktak, és már ki sem látszik a dzsungelből, vagy az erdőből. Mit lehet találni egy olyan roncsban, amit mondjuk egy Dunából vagy egy folyóból emelünk ki, vagy emelnek ki, és te nyithatod ki először az ajtaját, ha ki tudod nyitni? Hát nagyjából ugyanazt, mint a sima kocsiban, csak tele van iszappal. Igazából nem maga az autó az érdekes, hanem a története, hogy 21 évig benn volt a vízbe, és az mit tett a vízzel vele? Igen. Egészen elképesztő, hogy mi tud végezni, csak önmagában a víz. És szoktál azután kutatni, hogy mondjuk ez az autó hogy kerülhetett oda, vagy hogy kié volt, vagy mondjuk ezt nehéz kideríteni? Nem volt nehéz, mert képzeld el, amikor voltam forgatni ennél az autónál, ami a vízbe volt, akkor már másnap írt az illető, hogy ugye nézze egy videómat, és van egy ilyen lehetőség, hogy van egy autó, amit kiúztak a folyóból, és mondtam, hogy már voltam ott. Köszönöm szépen, de legalább elmondta a sztoriát, hogy kitől lopták el, mikor lopták el, honnan lopták el, hogy került oda, honnan hozták el, szóval érdekes. Így az egész sztori kikerekedik.
Van olyan álomhelyszín, ahova még nem jutottál el, de nagyon-nagyon szeretnél? Igen, már nagyon régóta tervezgetjük az ismerősömmel, akivel szoktunk külföldre menni. Cipruson van Famagusta. Uh-huh. Az egy szellemváros, ugyanis a török-görög konfliktusban 1974-ben lezárták az egész várost, és az úgy van hagyva, ahogy akkor lezárták. Tehát ott vannak benne a szalonban az autók, a boltokban a termékek, megrohadva nyilván, szóval az egy ilyen igazi időkapszula. Az egyik fő célpontom, meg hát nyilván keletre, Japánba, Kínába olyan épületek vannak, hogy egészen elképesztő. Vidám parkok vannak elhagyatva, Amerikába persze rengeteg szanatórium, meg Detroit például, a Detroit fele az konkrétan el van hagyatva. Az is érdekes uh-huh. lehet, de ez majd a jövő uh-huh. zenéje. Hát van mit felfedezni. Az biztos. És mind dolgozol most? Jelenleg az újpesti Tungsgram strandról készítek videót. Ott már jártam régebben többször is, sőt még gyerekként is. És annak is olyan nagy sztoria van, hogy konkrétan ki tudtam deríteni, hogy ki volt ott az úszóedző. Rengeteg kommentet olvastam, hogy ki tanult meg ott úszni, nagyon sok régi fotót találtam róla, szóval a nézők szeretik azt, hogy nem csak bemegyek egy helyre, és akkor itt van egy strand, és akkor kész, hanem hogy mikor épült, kik jártak oda, a régi fotók, az egész sztorit fel lehet göngyölni konkrétan, és így egy egész jó videó kikerekedik belőle. Mit szokás ilyenkor kívánni a elkövetkezendő felfedezéseidhez? Sok szerencsét? Nagyjából igen. Jó, akkor sok szerencsét. Köszönöm szépen. Tartsanak velem legközelebb is. A helyszínt biztosította az Union Café Veszprém.